megújult környezetben a betegekért. 12. és egyben utolsó állomásához érkezett a hegyvidéki háziorvosi rendelők felújítása. A Szilágyi Erzsébet Fasori Gyermekorvosi Rendelő a többi intézményhez hasonló stílusban újul meg. A szakemberek többek között a burkolatokat, a nyílászárókat és a festést is az egységesség jegyében korszerűsítik. Gyermekrendelőknél megszokott volt eddig is, és itt is úgy lesz, hogy a falat ugye egy kicsit ilyen gyerekbarát módon szépen ki lesz festve, de ilyen falmaszlicákkal fel lesz dobva, tehát egy kicsit ilyen kellemesebb hangulatot teremtve a gyerekek számára lesz kialakítva. A padok, a orvosi szobába, a berendezések, fektetőágy egyéb, az meg gyakorlatilag a többi helyen is megszokott paraméterekkel, gyakorlatilag ugyanazok a motorok kerülnek be. Emellett teljesen megújul az elektromos és gépész hálózat is. Az utolsó simítások után az itt dolgozó 4 háziorvos és 9 védőnő egy kényelmesebb, modernebb helyen végezheti munkáját. Egy sokkal szellősebb és az orvosok és a védőnők számára sokkal nagyobb teret adó hely alakul ki, úgy, hogy a várók is viszonylag szellősek és jó használhatók maradnak. Ugye a korábbiakban a betegváró volt egy hatalmas nagy váró, az egészséges oldali váró az viszont egy nagyon aprócska kis váró volt, és ez lett teljesen optimalizálva. A rendelés a fejlesztés ideje alatt új helyre költözött, így a munkálatok nem akadályozzák az egészségügyi ellátás megszokott menetét, tette hozzá a szakember. A Böszörményi út 42-be gyakorlatilag minden felújított rendelőnél oda költözött át az éppen aktuális orvos-védőnő csapat. A rendelők felújítási munkálatai július 6-án kezdődtek, és várhatóan október 22-éig tartanak. Így nézett ki az egykori lóvasút végállomása századfordulón. A svájci stílusban épült indóház azután indult hanyatlásnak, hogy elvesztette közlekedési funkcióját. A 2000-es évek elején, közepén már szinte romos állapotban volt, de még az utolsó pillanatban sikerült megmenteni. A Normafa program részeként teljesen felújították, azóta pedig kulturális és rendezvényközpontként működik. Még számos más megmentett és megmentendő épület található a 12. kerületben. Ezekre hívja fel a figyelmet az a vándorkiállítás, amely elsőként a hegyvidéki polgármesteri hivatal folyosó galériáján látható. Az Eltűnt idő nyomában című tárlat rendhagyó módon a Városháza téren nyílt meg. Tekintsünk vissza a múltra, ezeknek a varázslatos épületeknek a hajdan volt élet történetére mindegyik villa egy titkot őriz, sőt, van olyan, amelyik nagyon sok titkot, és ezt érdemes felfedezni, mert az idő múlásával, a pusztítás hatalmával szemben egy megtartó erő mindig az emlékezés. A kiállítás látogatói az egyes épületek múltját és jelenét is megismerhetik. Ebben fotók és leírások segítik az érdeklődőket. Itt most lehetőség nyílik arra, hogy megmutassunk néhány olyan házat, amelyet már példásan helyreállítottak, új funkciókat kaptak, és bemutassunk néhány olyant, amivel komoly gondok vannak. A már bemutatott lóvasút mellett az elmúlt években a Barabás villa és a Fácán vendéglő is megújult, és a Hild villa rekonstrukciója is zajlik. Mindegyik épületnek sikerült új funkciót találni, de ehhez bővítésre is szükség volt. Ha sorra vesszük a közpénzből megújított műemléképületeket, akkor azt látjuk, hogy mindenütt hozzá kellett építeni, mert az új 21. századi funkció nem fért el a régi 19. vagy 20. századi épületben. És feltehetően ez a megoldás a magántulajdonban lévő épületek felújítására is. A kiállítás október 13-áig látható a polgármesteri hivatal épületében, utána a Hegyvidék galériában és a Lóvasút kulturális központban is bemutatják az anyagot.